Sziasztok! Lássunk egy-két gyorsat, mi az, amit ma dob a rendszer. Nézzünk egy karokánt. Az első lépésig tudom, tehát ne értsetek félre. Meg kínál. Nem. Oké. Sürgessük meg egy kicsit. Ebbe igazából nem akartam beleszaladni, hogyha berosálok, akkor ezzel az átlóval, hogy nehogy történjen valami érdekes, és hogy úgy történjen, hogy közben tempót adok. Tehát ezt egy kicsit későbbre hagynám. Aktiváljuk a lovat, így tanítják ugye a hozzáértők, hogy a figurákat ki kell hozni, aktiválni kell. Na most már ez nincs fent a táblán, tehát egy ilyennel megpróbálkozhatok. Ha belelép, akkor belelép, mert én aztán visszajövök ide. Ezt amúgy itt hagytam, mihez tartás véget. Na, ez egy érdekes lépés viszont. Hát leütjük. Ez a futó még jól jöhet valamire. Itt aztán majd toszogálunk. Itt nehogy aztán valami ilyesmi legyen. Egy királynővel. Ez nincs fent a táblán. Ez fel fog kerülni a táblára. Végül is egy ilyesmin töri a fejét a kolléga. Egyelőre a futót távol tartjuk. Ettől az átlótól mondom. Szerintem tényleg egyszer az lesz, hogy jönnek a bajnokok, és egyenként elveszik a nyilaimat. Ilyen meggrundolnak, mint a Pál utcai fiúkban. Jönnek és elveszik az Einstein-t. Elveszik az összes üveggolyómat, meg az összes nyilamat, meg utána szólnak, hogy tessék sakkozni tanulni, mielőtt sakk videót készítünk. Tessék tanulni. Én meg az élet egy kicsit rövid arra, hogy nézzünk egy ellentámadást. Ez egy huncut dolog volt amúgy, csak itt a lovam. Itt a lovam, tehát ez a helyzet, hogy itt a lovam. Jó, megneszelt a kolléga, hogy mire készülök. Most az a baj, ha visszaugrok, akkor ez még fenn van a táblán. Úgyhogy próbálkozzunk ezzel a változattal, hogyha így ugrok vissza. Helyezzük más megvilágításba a dolgokat. Én. De nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez egy olyan bonyolult helyzet volna, hogy ezt így elemezni kéne. Jöhet ki a lóval, tehát szerintem most fehérnek majdnem minden lépés jó. Tehát kijöhet a lóval, itt elkezdhet erre készülni, akkor ugye elbújok, akkor itt még valami lesz, akkor erre kell odafigyelnem, hogy itt nehogy közben megjelenjen egy bástya, ha itt marad a királyom, stb. Tehát szerintem itt most gyakorlatilag minden lépés jó valamire. Elindulhat tolni a parasztot bele a futómba, tehát pontosan ez.
hogy eljön ez, akkor valamit reagálni kell rá. Na, hát. Most ha jön, akkor én ide szerintem el tudok bújni előle. Jó. Ide hadd ne engedjük be. Ha ide jön, én még itt... Hát igen, csak van ez. Ilyen ez meg az helyett akkor mondjam, hogy ilyen futó F4, vagy... Én még a végén elhiszem magamról, hogy értek hozzá. Kontársak, ez a címe. Kedves velem a játszmákon izguló nézők. Kontársak, nem értek hozzá. Ilyen hályok kovácsak. Most ide jöjjek-e? Vagy csak ide? Ha ez, akkor simán megkínálom a lovat. És így is meg tudom kínálni. Ez egy kicsit bosszantó, de most együtt élünk ezzel is. Mert hogyha ide jön, akkor elkezd nagyon melegedni. Hagyjam ott egyelőre azt a lovat. És frusztráljuk inkább kicsit azt a futót onnan. Mert most akkor valamit lépnie kell ám. És ezt a parasztot én ezért a futóért nagyon szívesen adom. Igaz, ez is fenn van a táblán, de ott a bástya, tehát jó itt a futó. Tehát, hogy lehet rágni ezt a helyzetet, de... Aha, azért... Jó, ezt akkor egyszerűen rövidre zártuk. Én most ide visszabújok. Erre kell majd egy kicsit figyelnem. De amíg itt van ez a paraszt, ezt bármikor betolhatom. Mert hogy fel tud melegedni. Olyan, mint a Szovjetunió összeomlása utáni ilyen puffer országok. Ilyen befagyasztott konfliktusok bármikor fel tudja melegíteni az adott hatalom. Na ez is olyan itt ez a paraszt, hogy... Hát alapvetően bármikor fel tudja melegíteni a hatalom. Az a baj, hogy feketén van a királya. Mert egyébként milyen szép volna. Látunk egy ilyet? Az lesz olyan, mint a tegnap, hogy meg fog tátosodni és inkrementből megver. Itt közben egy ilyen huncutságon töröm a fejemet. Mert most ezt a lovat önkezével száműzte. Ez most ilyen. Nézzük. Ráharap. Lévén fehér futóm. Úgy van. Akkor következik a futó. Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy az lesz vajon, mint a tegnap, hogy így incrementből összerakja magát, le kellett volna ütnöm.
Jó, le kellett volna ütnöm, mert ezek attól függetlenül, hogy itt aztán kőkövön nem marad, de le kellett volna ütnöm. Nézzünk egy görbét, nem feltétlenül lépésről lépésre az elemzést. Megint OBS-ben néztem, eltelt 10 perc, és ez a játszma egy kicsit olyan. Nem is tudom. Nem éreztem ennyire kiegyensúlyozottnak. Én úgy éreztem, hogy itt volt egy pillanat, amikor egészen konkrétan uralta a pályát, és nem egy paraszt előnnyel. De nem éreztem úgy, hogy... Mondjuk nem is álltam vesztésre. De nem éreztem úgy, hogy ettől most... Következő. Ez ugye 11 perc. Szicíliai. Bátor. Mi ez a fried liver, vagy mi ez? Biztos látott valami Golden Chess videót, mert... Most az ott mit csinál? Szerintem látott valami Golden Chess videót, és akkor... Itt van valami? Megpróbálom ledolgozni. Gyönyörű. Szerintem az, hogy látott egy Golden Chess videót, és megpróbálta, ez viszont jó lépés. És hát megpróbált a kolléga lehetetlent. Már nem az a lehetetlen, hogy ráharapjak egy olcsó csárra, hanem hogy készületlenül beleszaladjon egy elméletbe. Mert itt az van, hogy a kolléga az, aki nem készültem fel. Na, akkor rosálni már nem fogunk. Nézzük csak. Nem jó. Nem jó, ezt felejtsük gyorsan el. Próbálkozzunk valamivel. Három perc. Oké, nézzük tovább. Ha belelép, nekem még mindig van egy sakkom. Úgy van. És én itt a parasztjait akartam összeborzolni elsősorban, nem az, hogy itt most megad egy sakkot, vagy szorongatja a bástyámat, vagy megad egy másik sakkot. Ez most nem arról szólt. Jó. Oké. Akkor tovább. Kolléga. Ez blunder, ez nem egér. Ez nem ilyen mouse slip vagy valami. Ez konkrétan blunder, ezt nem adom meg. Ez így a habitusán érződött az ellenfélnek, hogy nem arról szól.
De egyébként meglepően jó lépéseket talál itt. És azért ez fenn van a táblán, úgy van. Ütök. Ez fenn van a táblán. Valamivel egy lépést el kell most pazarolni, az az igazság. Itt nem is elsősorban ez a veszélyes, hanem az, hogy egy lépést el kell pazarolnia. Valamire. De meglepően jó lépéseket talált. Ahhoz képest, hogy ledobta a királynőjét, Plunder, nagyon, nagyon meglepően jó lépéseket talált. Jó. Beteszi a lovát. És az a baj, hogy ez is fenn van a táblán, és akkor nem működik az, hogy beáldozom a bástyámat, és hát valami majd lesz. Ez sem működik. Na, ez egyszer innen kerüljék le. És megint fenn van valami a táblán, tehát ez hihetetlen. Ez hihetetlen, hogy egy királynő blunder után ennyi erőforrás legyen egy táblán. Ez így egészen hihetetlen. Meglépi. És ez a két figurám itt, és az is jó. Mert ha visszamegyek, nem tudom leütni a bástyát, úgyhogy... Úgy van. Úgy van. Azért elég meredek. És ez továbbra sincs fenn a táblán. Mondjuk futója az nincs. Oké. Haláli, már arra gondoltam, hogy ez milyen vagány lenne. És ez sincs fenn a táblán. Azt a kutya fülét. Nagyon megtáltosodott ahhoz képest, hogy ledobta a királynőjét, meg ahhoz képest, hogy egy olyan nyitást használt, hogy nem tudom, majd megnézzük az elemzésbe, de ott szerintem, nem tudom, Tálnak volt egy játszmája, amire azt mondták az elemzők, hogy akkor lett volna érvényes, ha nem úgy néz ki a tábla, ahogy kinézett a valóságban. Illetve talán Polgár Juditnak volt talán egy ilyen, ilyen blindfolded, ahol ugye idézőjelben az ellenfele az benézette egy bástyát. Ez szörnyű. Ez most sincs fenn a táblán. Egy ilyesmi fordult meg a fejemben, illetve ha viszi a bástyáját, akkor tudom ütni a parasztját. Kiderül. Tizenkilenc perc. Ez még mindig fenn van a táblán. És nem igazán látom, hogy volna ellenszere. Úgy van. Ez a ló ugrik ám.
és belép egy... Jó, ezt most megadom, de... De azzal a megjegyzéssel, hogy nem értem, hogy mi történik. Tehát belép egy lépéses matba, leadja a királynőjét, de közben megtalál egy csomó jó lépést. Tehát mi történik ezen a táblán? Jó, arra figyeljek, hogy azért egy lépéses blunderbe ne szaladjak bele. Itt szerintem akármit lép, fogom tudni ütni a parasztot, és nincs tempója. És igazából azt hiszem, hogy ismételnie kell. Tehát vissza, és akkor ütöm a lovat. Úgy van. Hű, de furcsa volt ez. Tegyük csak ide, hogy ne tartsunk árnyékot a bástyának. Hát ez megrémített. Itt néztem, hogy itt hogy kéne, és nem láttam, hogy egy lépéses matt. Hát megrémített. Na. Nézzük gyorsan a gírbegörbét. Azt mondja, számítógépes server analysis. Nem az OBS-ben kell klikkelni, hanem ezen a képernyőn. Hát itt valamit nagyon benéztem, de utána egyértelmű, hogy elborult. De annak ellenére, hogy itt borzasztóan benéztem. 89%, hát szerintem ez butaság. Egy blunder, egy inaccuracy. Egy blunder, itt mi van? És itt mit kellett volna? Simán csak rosálni. És én mit léptem? És akkor... Ja, igen. Igen, amúgy. Jó szokás szerint igaza van a Stockfishnek. Na jó. Ez akkor majdnem elugrott, de nem ugrott el. Ezt úgy mondta a matematika tanárunk. A deriváltat. Hogy... Gyermekeim, nem így mondta, de így stílusosabb. Nem így mondta, mert kopasz volt, és furcsán beszélt. És egy olyan ilyen hosszú kezű embert képzeljetek el, aki a tanáriból kinyúl, kinyitja az osztály ajtaját, bejön. Helyet foglal a katedránál, és ugyanazzal a kezével, amivel a tanáriból kinyúlt, még mindig a kilincsen, becsukja maga után az ajtót, és visszahúzza a kezét. Na, és akkor ez a matek tanár, ez mondta, hogy a villamos sineket úgy kell lefektetni, hogy azok deriválhatóak legyenek. Na, hát itt majdnem milyen szép a derivált. És akkor itt megtörik a villamossin, mert ha nem deriválható a villamossin, akkor kisiklik a villamos, mert törés van benne. Akkor itt ugye jól kisiklott a villamos, aztán valahogy visszarázódott a régi kerékvágásba, ugye sinen van a dolog, és akkor utána meg, hát igen, itt már úgy tűnik, hogy bénáztam konkrétan. Jó, 24 perc megállok. Majd jönnek még asztrofotók. Nem tudom, azt nézitek amúgy, hogy töltök fel asztrofotókat. Nem baj, mert elsősorban a hobbit azt magának csinálja az ember. Ez az asztrofotózás, ez olyan, mint a pecázás, hogy kimegy az ember a tóra, és akkor pecázik. Tehát akkor is pecázok, ha nem nézi senki, hogy mit fogtam. Na jó, köszi a figyelmet, derült eget, sziasztok!